Kedves nézőink, azt hiszem mai vendégemet, sportszerető közönségünknek nem igazán kell bemutatni, hiszen egy igazi újpesti ikonnal fogok beszélgetni. Csak annyit mondok, hogy nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt az UKTV stúdiójában Weber Györgyöt. Szia Gyuri! Szia, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és most formabontók leszünk. Ugyan az újpesti televízióban beszélgetünk, de most nem az újpesti labdarúgásról fogunk szót ejteni, hanem a magyar válogatottról, a magyar labdarúgó válogatottról. Ugye pontosan tudjuk azt, hogy véget ért az Európa-bajnoki selejtező, mi az egyik házigazdái leszünk ennek a kontinens bajnokságnak, de sajnos egyenes ágon nem tudtunk bekerülni a 24 közé, a 20 közé, ugye, mert 24 csapatos lesz majd. Viszont van még egy picike kis esély, és van egy gyönyörű új stadionunk is, a Puskás Aréna. Első körben azt kérdezném meg, hogy amikor megtudtuk a csoportbeosztást, te mennyi esélyt adtál ennek a magyar válogatottnak, az aranylábú fiúknak? Igen, tehát a sorsolás az ugye mindig egy nagyon-nagyon fontos történet, amikor megtörtént. Nagyjából hurrá hangulat volt, ha jól emlékszem vissza, mert hát valljuk be, a horvát csapatot kivéve a többiekkel azonos szintre képzeltük magunkat, joggal, az akkori helyzet szerint. És igazából ugye teljesen reálisan gondolkozva is az volt a lehetőség ebben a csoportban, hogy meg lehet az egyenes ági kijutás. És hát sajnos lám-lám eltelt ugye a másfél-két év, és a negyedik helyen végeztünk, tehát ergo csak az egyébként is abszolút esélytelennek tartott Azerbajdzsán tudtuk legyőzni igen. Kétszer is, meg megelőzni. Tehát ez így most nagyon rosszul néz ki, úgy gondolom, a tabella, hogy negyedikek lettünk. Igen, de nézzük a további jutó csapatokat, ugye, mert most már vége van a csoportköröknek. Valami úton módon azért az kiderült, hogy a bizonyos kalapokból kisorsolt együttesek közül az első-második kalapból sorsoltak, jutottak tovább. Tehát valahol kiderült az, hogy hol és milyen erős a labdarúgás különböző országokban. Igen, mert ez egy sorozat. Tehát gyakorlatilag igen. Lehet, és sokszor is mondjuk, hogy egy-egy mérkőzésen történhet bármi, mint ahogy történt is úgymond csoda, a horvátok legyőzése az azért a magyar futball helyzetében. Az ott a helyén ott van. Az egy megtörtént, egy óriási bravúr, nem csoda, mert inkább bravúrt mondanék, ami egyébként általában egyszer-egyszer meg szokott történni. De itt a probléma az, és nekem is igazából a szakmai problémám, hogy a magyar válogatott, de akár a klubcsapatok is, ha kijutnak, mondjuk most a Fradi elég szépen és tisztességgel teljesít a csoportjában, hogy egy-egy ilyen kiugró bravúr nem párosul utána egy ilyen egyenletesebb teljesítménnyel, ad abszurdum a várható mondjuk a szlovákok legyőzése. Igen, itthon. Földobtad a viccert. Igazából nem tudunk egy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, és hát azt tudomásul kell vennünk, hogy ilyen pillanatban az európai középmezőny második feléhez tartozunk, és ez sajnos hosszú távon bebizonyosodott. Tehát amikor folyamatosan kéne teljesíteni, igen. Tehát hosszú távon nem egy-két mérkőzésre, és hanem... És nem folyamatosan akkor, Horvátországban, igen. Csak meg, hogy belevágtam, hanem igenis a jelen esetben a szlovákokat kellett volna egy kicsit megcincálni, hát ott mind a két mérkőzést elvesztettük. Erről beszéljünk is, hogy nem lehet az, Azerbajdzsánt vegyük ki, oké, horvátokat vegyük ki, legyőztük őket, de azért, hát valljuk be, nem ugyanaz a kategória. De nem volt ez túl nagy teher a játékosoknak, a csapatnak, nem volt ez túl nagy elvárás, hogy ezt a szlovák válogatottat legalább egyszer legyőzzük? Érted, hogy miért kérdezem? Mondtad, mert... hogy magas labda. Hát én most leütném, asztali tenisz nyelven szólva, Gábor, hát sportolók voltunk mind a ketten. Én ezt nem tudom elfogadni. Lehet, hogy megköveznek, de ezt szót soha nem tudtam elfogadni, és edzőként később nagyon-nagyon sok problémám volt ebből a nyilatkozataimban.
Ez számomra érthetetlen, de kapjunk ki. Mi az, hogy a nyomás? Vagy nem igen, tudom. Akkor igen. miért sportolunk, miért jutunk el odáig? Én nem hiszem, hogy Magyarországon olyan nyomást nehezedett volna arra a válogatottra, amelyik mögött az egész ország szeretete ott van, mert ezt azért látni kell, igen. hogy amikor egy pici remény van, pici esély van, akkor itt olyan csodálatos össznépi összeborulás van a válogatott mögött, akár itthon, akár idegenben, hogy azt inkább úgy kéne feldolgozni. Ilyen nagyon ritka, tehát régebben, amikor én válogatott voltam néhányszor, vagy az a korosztály, ami én vagyok, ezt biztos vagyok benne, hogy nem érezte, nem jutott ki szintén sehova, de akkor még nehezebb is volt. Tehát igazából ez adva volna. És tudod, tehát mi a nagy... Az EB szereplés utáni Hogyne, őrület, és igazán én nem értem ezt a szót, tehát erre én nem tudom megválaszolni. Nem, ezt nem. elutasítom, nem. Hát ennek inkább olyan plusz erőket kéne, hogy adjon, és főleg mondjuk egy szlovák, vagy de figyelj, a sorsolás szeszélye folytán, és az eredmények alakulása folytán, hát nagyon régen volt ilyen esély, hogy az utolsó fordulóban is még a magyar válogatott, mondhatom, tovább jutó helyen állt. Tehát micsoda doppingnak kellett volna, bár a sportban mindig nagyon-nagyon csendesen mondom ezt a szót, érzelmi doppingnak kellett volna, vagy kellett lenni az, hogy hát kérem szépen, még az utolsó fordulóban mindig teltház előtt játszunk, és az utolsó fordulóban ott van az esély arra, hogy. Nem tudtuk kihasználni, láttuk ezt az utolsó Wales elleni mérkőzést, ami után én azt mondom, hogy Rossi kapitány előtt megemelem a kalapom. Nem tudom, milyen munkát végeztek, nem tudom, hogy ő milyen taktikát dolgozott ki, de a nyilatkozat, tehát a mérkőzés után nyilatkozata előtt megemelem a kalapom, aki azt mondta, hogy el kell fogadni azt, hogy a két csapat között hát képességbeli különbségek voltak. El. Ugye? Igazából az én megint ezt csak... Ezt nem nagyon mondták ki még előtte. Megint a régi probléma, megint megköveznek. Soha nem mondjuk ki ezt egy sorozat, vagy egy mérkőzés előtt. Mert ott is ki kéne. Kérem szépen a Velszi csapat, amelyik egyébként véleményem szerint az európai középmezőnyben van valahol, mert azért ott harmadosztályú játékosok is, igaz, angol harmadosztály, de azért mégis a harmadosztályú játékosok is szerepeltek a kezdő csapatban. Tehát egy európai középcsapat ellen is fel kéne vállalni, tehát megint csak a jó magyaros, tehát vagy ünneplünk, vagy temetünk. Meccs előtt mindig hurrá hangulat van, oroszlánok leszünk, tigrisek leszünk. A meccs után talán Hajdúvé István is mondta, hogy kis tigrisek voltunk, kis valamit, kis kölyök, oroszlán kölykök, talán valami. Kis oroszlánok harcoltak a sárkányok ellen, nem tudták legyőzni. És sajnos... Ezt azt kell mondjam, hogy igaza volt, mert mindenki, tehát ki lehet kapni, hát ezzel nincs probléma, a sportban nyer a jobb, csak az a baj, hogy most én megint egy megszeppent csapatot le, hiába igen. mondják ezt, hogy nem volt baj a hozzáállással, ezeket a szavakat már nem is szabadna ilyen szinten mondani. Ez a megszeppent szóval nagyon jó és igazából nem az arcokon, hanem a teljesítményen. Az első félidei labda birtoklása a magyar válogatottnak 56% volt. Ebből mindenki arra következtetett, hogy mi domináltunk, mert többet nem. A két belső védőnk passzolgatott jobbra-balra 20-at, majd utána tanácstalanul fölpróbálták ívelni a Szalai Ádámra egy brit csapat ellen. Tehát nem volt egy koncepció a pályán, nem láttam egy stratégiát, vagy legalábbis megpróbálni. Tehát itt jött, hogy nem tudunk partiba lenni. Általam szorgos munkásoknak vélt versziek. Nagyon sokszor szép összjátékkal, kombinatív futballra hozták ki a labdát, és hát volt két igazából, hát egy Európa és egy világklasszisuk a pályán, el is döntötték. Nekünk igen. az sincsen tulajdonképpen, talán a Nagy Ádám nyilatkozta a meccs előtt után, hogy a magyar csapatnak az ereje ugye a csapat, igen. mert ő is elmondta, hogy nincsen. Kiemelkedő tudású játékosunk, aki mérkőzést befolyásolhat bármilyen mozdulatával, de ezt sem láttam. Tehát igazából ez most egy eléggé elszomorító teljesítmény volt, amit ezben láttunk. De tegyük hozzá, és legyünk egy picit optimisták, bár még ezt a gondolatot rögtön befejezem. Én a második fél időt néztem otthon, és hát bevallom őszintén a párom, aki nem
nézi a labdarúgást, persze hát ott a tévé ment, és mondta, hogy te, ez hogy működik? Hát mi nem passzolunk előre, nem akarunk előre menni, ott hátul, mindig hátrafelé passzolunk. Képzeld el, hogy az, aki nem ért hozzá, aki nem látja a játékot, az is észrevette, hogy hát hogy lesz ebből gól. Tehát ez csak egy közbeszúrás volt, de legyünk optimisták. Van egy fél évünk arra, hogy ez a Nemzetek Ligájából nevezett, nem is tudom, jól találták ki, vagy kevésbé, van egy kis esély arra, hogy tovább lépjen a magyar csapat, és házigazdaként is láthassuk a fiúkat. Kiderült ugye durván, hogy Izrael, Izland, Bulgária és Skócia. Vegyük ezt a négy csapatot úgy gorcső alá. Hát és először is, hogy idegenben játszunk. És hát egy mérkőzés. Hát az előbb ugye panaszkodtam arra, úgymond, vagy kritizáltam a válogatottat, hogy ki meccsig eljutott, de azt elbukta. Rögtön jön újból egy kiki meccs, egy. Idegenbe. Na akkor legyünk tényleg pozitívak, optimisták. Ugye 2 éve a norvégok elleni pótselejtező, vagy már 3 is talán, nagyon jól sült el, tehát képesek vagyunk azért úgymond bravúrra. Tehát itt van az a szansz, hogy egy meccsre, vagy... Hogy legyen még egy meccs. Hogy legyen még tehát, egy, mert kettőt kell majd nyerni, hogy a 24-es mezőny tagja legyünk, az is idegenben lesz, az majd még erősebb csapat ellen vélhetőleg. Tehát 2 darab bravúr kéne, 2 darab kiki meccs, de maradjunk az elsőnél, mert addig nem... Vegyük sorba Bulgária. Bulgária, hát véleményem szerint ott volna a legnagyobb sanszunk, sőt szerintem ott lehetne mondani, hogy a bolgár futball most egy mély válságban van, mind klubszinten, mind válogatott szinten. Egy kirakadt csapatuk a Ludogorets, azért azt láttuk, de az egy borzasztó. Így van, tehát azért mondom, hogy az egy más kategória. Véleményem szerint ott lehetne mondani mondjuk százalékban, hogy 60-40 a mi esélyünk, úgyhogy szorítsunk, hogy ez legyen. Skóddudások? Nem fekszik nekünk ez a fajta futball. Tehát a brit, ez az, nem fekszik nekünk. Amellett, hogy igazából már nem az a rúgd és fúst meg ívelt föl, mert azt mi játszottuk most. Igen. Próbáltuk legalábbis, hogy csak az Ádira ívelgették föl a labdát. Tehát gyakorlatilag nem hiszem, hogy ott komoly sanszaink lennének. Akkor tovább lépünk, Izland ugyanazt játsza, mint az angolok. Izland szintén. Izrael az pedig egy nagyon nehéz kérdés. Izraeli futball borzasztó ütemben fejlődött az elmúlt 20 évben. Én ugye 95-ben ott légióskodtam egy évet, már akkor előttünk jártak szerintem, minden tekintetben. És hát azóta csak fejlődtek, de ők meg pontosan azért, mert egy ilyen mediterrán nép az, tehát egy ilyen hektikus szereplésekre hajlamosak, mert véleményem szerint például a Maccabi Tel Aviv nevű kirakat csapatuk egy borzasztó erős csapat, és mégis elvérzik most az utóbbi 1-2 évben folyamatosan mindenféle selejtezőben. A válogatottjuk is ugyanilyen, tehát képesek, tehát egy nagyon jó képességű csapat, amely nem tudja. Lehet, hogy nincs összerakva rendesen. Azt nem tudom, mert azt azért nem távol látjuk. Vannak, így van, de tehát ott egy mérkőzésen megint ők ugyanilyen kalapban vannak, hogy képesek bármire, pozitív, negatív irányba is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy sorrendben Bulgária volna a legjobb, utána Izrael, a két másik. Izland, Skócia mondjuk. Hát így. A skótokat mondjuk vegyük ki, hát ha megisznak 3 viszkit a meccs előtt, hát vagy 4-et. Földobja, tehát nekik nem ártatnak, tehát az a kemény gyerekek, úgyhogy őket nem lehet ilyennek. Emlékszem, valamelyik világbajnokságon a skót válogatott kim volt. Úgy estek ki, hogy nem veszítettek, igaz, nem is nyertek, de minden mérkőzés után az első az volt, hogy gyúrás, fürdés, gyúrás, és mentek a bárba. Igen, mert ők kész, ennyi. Jó, hát ez volt a vicc kategória, mert ma már gondolom azért ők is egészen másképpen készülnek. Térjünk vissza egy picit a válogatottra. Ugye azt mondta a szövetségi kapitány, hogy majdnem azt mondom, hogy tudásbeli különbség, hát adottsága és képességbeli különbségek vannak a top csapatok és a magyar csapat között. Oké, rendben van. Higgyük el neki, mégiscsak ő a kapitány. De
mennyit számított az, mennyit számíthatott az, hogy felforgatott védelem, ugye Orbán, Vili Orbán és a többiek. A középpálya is, hát egy ilyen, nem akarok senkit megbántani, átfutottak rajtuk. Csatársorunk meg Szalai Ádám. Ugye? Jó, ő a csatársorunk. Tehát itt most beszéltünk Dzsudzsákról, Sallairól és a többiekről, nagyon nem a tehetség a Dzsudzsák, hanem mondjuk a Sallai, de hát a világot egyelőre ők még nem tudták megváltani, a fiatalabbak, akár Szoboszlaira is gondolhatnék. Fél év mennyi idő? Össze lehet rakni, össze lehet gyúrni egy ütőképes sebb csapatot? Na most ez egy bonyolultabb dolog, mert a kapitány, mikor átvette a belga kapitánytól, a Lékes úrtól, köszönöm, hogy te mosolyogtál, egészen megdöbbentő belső információim voltak akkor, hogy mit is művelt itt az az úr. Egy óriási változás állt be. Hát az látszott, hogy a Rossi akar valamit, tudja is, hogy mit akar, és annak szellemében fel is készítette a válogatottat. Egy nagyon szervezett védőmunka, ugye olaszokra jellemző, össze volt rakva, és az megvan. Most sajnos pech volt, hogy tényleg a válogatottnál szokták mondani, hogy nem lehet arról beszélni, hogy tartalékos de a hát válogatott. Lehet, hát hogy ne lehetne? Hát hogy ne lehetne? Nem mindenki áll úgy emberanyagban, mint mondjuk a németek, hogy ugyanazon a napon rúgtak egy hatost Észak-Írországnak, úgyhogy a C soruk játszott gyakorlatilag, majdnem. De hát ott van miből meríteni. Tehát igen, óriási pech volt ez, hogy pont erre a mérkőzés, például a Vili Orbán, hát annak kulcs szerepe lett volna ebben a védelemben. Fejjel és, például, és ilyenkor nem csak az ő, igen. Tehát mint mondjuk úgy volt edző, vagy picit gyakorló edző most is, bár amatőr futballban, hogy nem mindegy, hogy mondjuk egy rutintalanabb, vagy egy kevésbé jó képességű védő mellett ki a másik. Akár tudja úgy húzni, hogy akkor egy jó párost alkotnak. És ez jellemző volt az utóbbi időben, mert aki a Vili Orbán mellett játszott, elég jó teljesítményt nyújtott, kivéve szegény Kádár Tomi ott splitbe, de az egy véletlen dolog volt, mert az én meggyőződésem, hogy az egyik legjobb képességű futballistánk a Kádár az utóbbi 10 évben. Tehát gyakorlatilag igen, hogy elfogyott az összes balhátvédünk, és egy újoncot kellett szinte bevetni, akinek egy Gerard Bale volt a szembe jövő ellenfele. Tehát, aki aztán utána csak a hátát nézte szegényke. Nem tehet nem, róla nem, végül tehát nem, is. És igazából itt jön, hogy az első gólnál többen teljesen szerkezett, össze-vissza el volt csúszva az egész védekezés. Tehát, hogyha rendben van, akkor vélhetően ez az első gól nem biztos, hogy igen. Megszületik így, mert erre azért a Rossi nagyon figyel, és nagyon jól összerakta azért a védőmunkát. De a védekezés az a futballnak az a része, amit már a világon majdnem mindenhol elég komoly szintre fejlesztettek, és akkor innen jön, hogy mit tudsz csinálni a labdával, és itt nagyon komoly problémáink vannak. Tehát, hogy elég-e fél év? Nincs fél év, mert márciusban, és ugye ez válogatott. Tehát itt most ez egy klubcsapat lenne, jön a tél, elmegyünk szépen edzőtáborba kétszer, és napi szinten két edzéssel, igen, úgy elég lenne, de ez nem az. És ugye mennek mindenhol a bajnokságok, tehát 3-4 napos összetartásra lesz szerintem lehetőség. Épüljön fel mindenki, legyen meg a teljes keret, és akkor igenis az említett csapatok ellen biztos, hogy lesz esélyünk. Tehát az optimizmus az megvan, mert hiszen mögöttük állunk. Én azt gondolom, hogy az egész, aki szereti a labdarúgást, itt Magyarországon is nagyon sokan szeretik a labdarúgást, azok még most is reménykednek, hiszen látszik az, hogy elutaznak a csapattal, az operenciás tengerre is elutaznak saját pénzből, és ott vannak, és szurkolnak, és vállalják az éjszakai repülőutat hazafelé. Szóval én azt gondolom, hogy a szurkolók, azok, ha szurkolókon múlna, mi biztos ott leszünk, abszolút, ott lennénk. Igen. Egy kérdés még ide a mérkőzésre, mert nagyon-nagyon sokat beszéltünk arról. Tudom, a sportban nincs ha. A ha az
ebből a játékba, sportba nagyon-nagyon ritkaság. De ha kiegyenlítünk, ugye azt mondták, hogy az egész mérkőzés alatt kettő helyzetünk volt, azaz egy támadásban az a két helyzet ötösön belül. Hogy nem lehet onnan berúgni? Most ezt meg kell kérdeznem, hogy nem lehet onnan betalálni abba a 7 méteres kapuba? Ezt tudom, amatőr kérdés, de direkt tettem ezt így föl, mert nagyon sok mindenkitől hallottam ezt, hogy. Hát jó, nagyon sok, tehát a tévéképernyőjét, gyakorlatilag van 8 millió válogatott szintű kapitány és játékos. Tehát én jó magam a múltkoriban, most elnézni egy kicsit, talán a 10.000. ember volt, aki elmesélte nekem itt az Újpesti utcán, hogy hát ha ő nem sérül meg a térde a 90-es évek elején a Dunacipős alapályán, vagy itt-ottam ott, akkor ő most, meg az, tehát ez azért nem így van. Hát úgy lehet kihagyni, hogy igazából a Szoboszlaira jött ki a játék. El is lőtte őt, tehát én inkább azt mondanám, hogy egy földön túli bravúrt mutatott be Az elsőnél a jó nevű Hennessy, tehát egy italmárkában remek. Tehát jobbra mozgott, ugye Ádám a Szalaja fölé, jobbra mozgott és visszaért ugye a bal kezéhez. Természetesen volt még a kapufáig vagy másfél méter, úgyhogy igazából azt talán be lehetett volna. Egy év múlva biztos vagyok benne, hogy a Szoboszlai, mert bármekkora tehetség is, ő még csak egy óriási tehetség. Mm-hmm. És pontosan ezek a szituációk azok, ahol kidomborodott ez. Kicsit nem tudom. Tehát olyan nem azt mondom, elkapkodta, mert a mozgásán, tehát ő azért már túl van azért az osztrák első osztályban sok meccset, bajnokok ligáját játszik végig, hanem inkább talán ilyen túl lazán lőtte el, nem koncentrálta annyira, mert azt egy kicsit jobban visszalövi, azt lehetetlen megfogni. A második az nem volt olyan borzalmas nagy szitu, a kipattanó, a Sallai. Sallói. Igen, Sallai, ezt tudom. Igen. A kis Sallai. Tehát egy talán félig csines helyzetbe is rúgta. De tudod, mit mondott utána? Nem. Volt egy nyilatkozata, valahol olvastam, hogy ha ne találtál rüsztel, rúgom el. Igen, utána hát, akkor volt, mert akkor bemegy akkor a létszalá. Tehát igen. Ezt akartam mondani, hogy ilyenkor van az, hogy be kell csukni a szemét az embernek, és ott egy jó nagyot belemérni, mert ott jön a védő is, és fordítva is a védőnek így becsukni és repülni. Igen. Mint ahogy mi a Velsziek második gólja előtt nem tettük meg, mert hát egy gólvonaltól másfél méterre levette belsővel. Még tolt egy, és megurította. Hát ilyen nincs. Igen. Tehát, na, ez mindegy, ezt kiveséztük, és tényleg, és nem a rossz indulat beszélt rosszi. Tudod, rossz indulat beszélt belőlem. Én nagyon bízom, hidd el, én nagyon bízom abba, hogy ez a csapat ismételten, mint évekkel ezelőtt a Norvég ellen megrázza magát, és óriási meglepetést fog nekünk okozni, és ismételten kimehetünk a felvonulási térre, vagy valahova, és akkor ott ünnepeljük a srácokat, hogy bejutottak. Aztán ki tudja, mi lesz az Európa-bajnokságon, ez majd akkor eldől. De egy utolsó kis kérdés, ha már egy újpesti ikon ül velem szembe. Az újpesti csapatról kettő mondatot. Jársz a mérkőzésekre, nézed a fiúkat? Mert azért nem, senki nem mondja, hogy egy Weber György nem látja az újpesti labdarúgást. Minden mérkőzésen ott vagyok, hazain. Most egyelőre még a Fáy utcában, hát de természetesen. Tehát gyakorlatilag talán egy nem volt a szezonban, mert ütközött a programommal. Gyakorlatilag mindegyikre. Hát hogy is mondjam, hasonló a magyar válogatottéhoz. Ilyen hullámvasutazás. Mm-hmm. Nagyon rossz idén kezdett volt. Teljesen váratlan vereségek, váratlanul borzalmas, gyenge teljesítményekkel. Aztán egyszer csak a halottaiból feltámadva, teljesen váratlan győzelmek. Most, hogyha a holnap utáni mérkőzést abszolváljuk a Diósgyőr ellen, akkor egy 3-as győzelmi sorozatban vagyunk. Ami ráadásul az utóbbi két mérkőzésen, és még előrébb mennék a derbi. Igen. A Ferencváros elleni 1-0-ás, ott fordult meg, kifejezetten jó. Tehát ott az elmúlt évek legjobb futballját mutatta be az Újpest.
nem sikerült a pontszerzés, ilyen a sport, de az egy kifejezetten jó teljesítmény volt az Üllői úton. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ugye kezdődik a második kör, illetve már el is kezdődött, ugye a Puskás elleni győzelem megint csak jól nézett ki. Úgyhogy remélem, most rátalált arra az útra a csapat, és minden okom megvan, vagy okunk szurkolóknak bizakodni, mert azért nem véletlen ez. Tehát érkezett 3-4 játékos, és most azért minőtet egy Fecesin Robi. A Szakály még nem érte utol magát, de biztos vagyok benne, hogy a hétközi munkában olyan segítség a csapatnak, mert az sem mindegy egyébként, hogy edz egy csapat hétközben, milyen játékosokkal. A Harris visszatérésével a védelem, most már a Litauszki is egészsége. Tehát most megvan az alap, hogy optimisták legyünk, hogy itt a második körben, még a decemberig van egy jó pár mérkőzés. Nem hogy stabilizáljuk a helyünket a középen, hanem szerintem a dobogó mögé oda tudunk érni, mert ott a helye az Újpestnek minimum jelen pillanatban. Úgyhogy ez volt eddig az őszi szezon, egy kicsi hullámzás, de most úgy néz ki, hogy kiegyenesedik a csapat. Hát akkor optimistán fejezzük be ezt a beszélgetést, ugye te reménykedsz és bízol abban, hogy az újpesti labdarúgók a csapat egyre jobban fog játszani, és mi pedig mindketten azt gondolom, és az összes magyar labdarúgó szurkolóval nagyon-nagyon reménykedünk és bízunk abban, hogy a magyar labdarúgó válogatottat láthatjuk majd itt Magyarországon, a Puskás Arénában, az Európa-bajnokságon. Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Remélem, hogy az Európa-bajnokság alatt többször fogunk még beszélgetni, kiértékeljük a látottakat, akkor is, hogyha, de ezt csak nagyon csendesen mondom ki, hogyha a magyarok nem lesznek ott. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást.